Néha megnyúlik az idő, és kitágul a tér. Ilyenkor jól látni és hallani mindent. Én pedig figyelek. Már órák óta mentünk. Én elől, Eszter néhány tíz méterrel mögöttem a gyerekekkel. A lankás út egyre meredekebben vezetett fel a hegy oldalába. A gyerekek fáradtak, voltak, lelemaradoztak, csak a hangjukat hallottam, és azt, ahogy Eszter hol rájuk szólt, hol kérlelte őket. A hangok erősségéből következtettem arra, mennyire lehetnek mögöttem. A hátizsák már nem volt nehéz. Izzadt pólómra tapadt. A hegyi út szűkebb lett és sziklás. Kisebb, nagyobb kődarabok, néhol a felszíne került fagyökerek a lábam mellett. Csak lefelé néztem, hogy átlépjem, vagy rálépjek a következő szikladarabra. Közben hallgattam a többieket, hogy közelednek az úton. Ekkor történt. De az is lehet, hogy néhány száz méterrel később. Tisztán hallottam a gyerekeket, Esztert, és láttam, hogy elfogynak előttem a kődarabok. Újra avar borította az utat. Felnéztem, és mintha egy fényképre érkeztem volna. Azaz, mégsem egy fényképre, mert nem merevedett meg a kép. Csak kitágult a tér, és megnyúlt az idő. Benne pedig én, ahogy ilyenkor lenni szokott. És a hangok, Eszter, Máté és Lili hangja. Innen tudtam, hogy ez még mindig a valóság egy darabja. Kitisztult körülöttem minden. Ekkor vettem észre a szobrokat. Egyik a másik után, az utat szegélyezve, felfelé. Olyan, mintha egy kálvária darabjai lettek volna. Néztem a stációkat, ahogy az a valaki, akiről a szobrokat mintázták, élte az életét. Erősek, plasztikusak voltak a mozdulatok, de az arc minden szobornál, az arc elmosódott, elkent. Mintha bárki arca beljettesíthető lenne az elmosódás helyébe. A szobrok mellett a legtöbb stációnál alakok. Sokkal kisebbek, mint akikről a szobrokat mintázták, kisebbek és jelentéktelenebbek. Csak annyit értettem, hogy az alakok a főszereplőhöz tartoznak. Viszonyulnak hozzá valamiképp. Szeretik, elutasítják, de ennél többet nem árultak el. Nem volt olyan kompozíció, ahol egyedül lett volna a központi test. Mégis úgy tűnt, hiába vannak körülötte az alakok. Egyedül van. Egyedül van, ha ellép előlük, és egyedül van, ha melléjük ér. Egyedül van, ha dolgozik valamin, és egyedül van, ha egy asztalnál ülnek. Egyedül, arc nélkül. De miért? Mi történt vele? Elrontotta valahol? Ha igen, hol? Hátraléptem néhány lépést, hogy egyben lássam a szobrokat az első stációtól kezdve. Hát, hogy többet megértek. A kitágult tér körkörös csiga alakzatba rendezte a szobrokat, miközben a hegyi út, amerről nem tértem le, alig kanyargott. Nem tudtam betelni a látvánnyal. Ezeket a szobrokat nem magukban kell nézni. Gyors léptekkel mentem át a túloldalra, az utolsó szobor mögé, hogy felülről is a stáció közé láthassak. Elhagytam az utolsó csoportot, és visszanéztem. Alig hittem a szememnek. Már nem a szobrokat láttam, csak a körkörös utat. A csigaformájú, megnyúlt időt, ahogy körbeveszi, forgatja, alakítja a stációkat. Ekkor jöttem rá, hogy az összes csoport a megnyúlt időnek feszül. A lelassult, szinte megállt időnek. Az időtükrében kaptak értelmet a stációk, a mozdulatok, az elmosódott vonalak, a kicsiny alakok. Az utolsó szobor elé léptem. Végignéztem a testen. Ült, és nézte a többi szobrot. Saját magát, a többieket, a körkörös úton, a múltban. Én pedig őt néztem, a jelenből, a múlt felé. Egy idővonalra kerültünk. Ő nézte a múltat, és talán kutatta, hol rontotta el. Hol vált arc nélkülivé, hol hagyta hátra önmagát. Hol ment tovább az élete nélküle?
És engem? Néz valaki? Rezzentem össze. Hol ér véget ez az idővonal? Talán éppen én nézem saját magam. Nem mertem megfordulni. Nem voltam felkészülve, hogy a hátam mögött megláthatom a saját életemet. Valami furcsa volt ebben a testben, az utolsó szoborban, és a helyzetben, ahogy én néztem őt, ő a többieket, közte saját magát. A nyakánál még élesek voltak a vonalak. Nem úgy, mint a többi szobornál. Az arca pedig, mintha alakult volna. Mozgásban volt. Néha előtűnt az arcélének egy-egy részlete. Egyes vonásai emlékeztettek valakire, pontosabban nem is valakire, hanem éppen... Apa, itt vagyunk! Hallottam a gyerekeket most már egész közelről. A hang irányába néztem, aztán vissza az arcra, amely újra elmosódott volt, akárcsak a többi szobornál. Mi is felértünk, szólt boldogan Máté. Helyükre rendeződtek a stációk, követve az útvonalát. De szép innen a kilátás! Kiáltotta Lili. Az idő és a tér visszaállt a régi rendjébe. Eszter mellém lépett, és néztük a gyerekeket, ahogy a völgy felett a korláthoz szaladnak. A kilátás tényleg szép volt. Hátunk mögött a hegyi ösvénnyel és a szobrokkal. Az is lehet, hogy mindez naplóírás közben történt. Nem a hegyen kirándulás közben. Sem Eszter, sem a gyerekek nem voltak ott. Bárhogy is ritkán, nagyon ritkán tágul ki a tér, és nyúlik meg az idő. Ma már sajnálom, hogy nem fordultam meg. Kíváncsi vagyok, milyen lehet, ha egyszer megmerevedik az idő, mint egy fényképen. Nem megáll, hanem megmerevedik. A tér körvonalai eltűnnek, lelógnak a fényképről. Hol leszek én akkor? Fényképen, vagy lelógok én is.